Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A stúdióban köszöntöm első vendégemet, Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó estét, Jó estét kívánok! Na most itt van egy új Európai Uniós szakértői javaslat, amely szerint több mint 10 000 menedékkérőt kellene befogadni a Magyarországnak. Hát volt az Európai Parlament által elfogadott és az Európai Tanács szakértő minisztereinek véleményére váró Dublin 4 reformtervezet, amely sok hasonlóságot mutat ezzel a szakértői javaslattal. Ez a szakértői anyag most hova kerül, illeszkedik a Dublin 4-hez, egyáltalán attól független, vagy ahhoz kapcsolódik? 2015 óta, amikor a migrációs válság berobbant az európai életbe, az európai polgárok mindennapjaiba és az európai politikába, azóta zajlik, hogy milyen megoldások lehetnének abban a vonatkozásban, hogy ne néhány országnak kelljen viselni a meglátásuk szerint a migráció terheit. Esetleg mi legalább 4 esetben tettünk konkrét javaslatot, hogy talán a határőrizetet kellene megerősíteni, mert addig ilyen elosztásokról egyezkedni az egyenértékű a meghívó levéllel, míg a határok nyitva vannak. És hát ennek a különféle üzengetéseknek, tervezeteknek, szakértői anyagoknak a sorsa időnként, vagy bizottsági meghallgatások, parlamenti állásfoglások sorsa is időnként nehezen követhető, hogy hova kerülnek, és hogy halnak el, és hogy keletkeznek újabbak. Az biztos, hogy azt világosan látható, hogy az Európai Unió jó néhány fontos, sőt meghatározó országa az illegális migrációt azt jónak, sikeresnek, előnyösnek és a befogadó országok számára egy nagy lehetőségnek tekinti. Ezt a véleményt aztán átvette az Európai Unió is, sőt most már újabban átvette az ENSZ tervezete is. A magyar álláspont ezzel pontosan ellentétes. Mi azt gondoljuk, hogy a illegális migráció az mindenek előtt veszélyes, a biztonságát, a mindennapok biztonságát érinti, a gazdasági teljesítés, a minden ember tegyen egy lépést előre politikájának a sikerét veszélyezteti, ha nagy tömegek ellenőrzés nélkül áramlanak be az országokba, ahhoz pedig aztán végképp nem tudjuk a hozzájárulásunkat adni, hogy ráadásul ez ilyen beáramlásnál ne az adott nemzetállamnak a hatóságainak, az adott ország jogszabályon alapuló hatósági döntésén alapuljon egy menekült kérelem, vagy egy oltalmazotti státusz, hanem ezt egy brüsszeli központ döntse el kötelező kvóták elnevezéssel. Na most ez a tervezet, ami most napirenden van, ennek egy újabb fázisa, számunkra elfogadhatatlan, több mint 10.500 főt gondolna évente betelepíteni, amely növekedne abban az esetben, hogyha a peremállamok, elsősorban Görögország, Olaszországban elviselhetetlen torlódás kezdődne. Mi úgy annyi gondoljuk, számot hallottunk, mert bocsánat, de ez a 10.500, ez most hogy jött ki? Ez egy matematikai bűvészkedéssel jött ki. Az a dolognak a lényege, hogy a adott államnak a lakosság számát, GDP-jét, gazdasági képességeit egy bizonyos szorzóval felszorozzák, aztán meg elosztják, és akkor ilyen számok jönnek ki. Van, akinek több, van, akinek kevesebb nyilván, de nekünk az, hogy most 5-öt mondanak, vagy 10-et, vagy 10 000-et, vagy 1200-at nem fontos, mert számunkra a magyar lakosság nagy támogatása mellett ezek az elképzelések elfogadhatatlanok, és nem gondoljuk, hogy itt egyes európai politikusok üzengetése ezen változtatna. Gondolom Jean-Asselborn célzott. Hát, mondhatnánk másokat is, mert azért nem túl régen volt a belga miniszterelnök. Így van például. Ez a 10.518 személy befogadás, ez tulajdonképpen tartós befogadást jelentene, vagy a menekült kérelmek elbírálása lenne Magyarországon? Ez is egy érdekes megközelítés, mert tudnélik az ENSZ tervezetben is, és újabban most már az Európai Unióban is egyre gyakrabban látjuk, hogy a illegális migrációt és a menekült kérdést szeretnék összekeverni, szeretnék azt elérni, hogy
az ENSZ menekültügyi konvenciója alapján politikai menedékjogra jogosult, amely nyilván addig tart, amíg visszatérés lehetőséget biztosít, megszűnik mondjuk a háború vagy az üldöztetés. Ezt össze szeretnék keverni a migrációval, és azt a részletes jogi szabályozást, amit a menekültügy tartalmaz, ezt kiterjesztenék a migránsokra, értsd, gazdasági bevándorlókra, akik egyébként az európai nemzetállamok, sőt az Európai Unió szabályait, Schengeni szabályok az egyebeket, semmibe vélve, illegálisan, tisztázatlan célokkal, tisztázatlan személyazonossággal akarnak áthaladni országokon, hogy elérjék a gazdasági jólétben általuk kiválasztott országot. Anélkül terjesztenék ki a Genfi konvenció értelmezési keretét, hogy szövegszerűen hozzányúlnának mondjuk az eredeti változathoz? A Genfi konvenció, tehát nem egészen erről van szó, hogy kiterjesztenék, hanem inkább úgy gondolnám, hogy arra utaló jogköröket biztosítanának a migránsoknak is. Ezek az ENSZ-ben folyó elképzelések, vita témái is most már, és a bizottságnál is ez a téma, és természetesen látható, hogy mind az ENSZ-nél, mind a bizottságnál, mind számos tagállamnál, nem is szólva aztán a Magyarország elleni szüntelen támadások hátterében, mindig megtalálhatók a Soros György által finanszírozott civil szervezetek és politikusok. Na most ugye azt mondta a Bakondi úr, hogy itt két álláspont vagy két ideológia ütközik gyakorlatilag a migrációval kapcsolatban, ugye vannak a brüsszeli vagy uniós tervek vagy ENSZ tervek, illetve Magyarország álláspontja vagy a V4-eké, tehát Magyarország is szövetségeseként. Az erőviszonyokat tekintve ugye nem úgy áll a dolog, hogy két egyenrangú fél vitatkozik egymással, illetve mondjuk akár a határozatokat vagy a betartandó törvényeket Brüsszelben hozzá. Mitől függ, hogy melyik ötletből, vagy szakértői javaslatból, vagy reformterből lesz később jogszabály? Én ugyanaz ideológia szót nem alkalmaztam, de ahogy ön most mondja, valóban itt két szemléletmód, két ideológia is találkozik egymással. A bevándorló országok és a nem bevándorló országok közötti jelentős nézetbeli különbségek észlelhetők itt. Ugye eddig a tanács, a állam és kormányfők tanácsa az Európai Unión belül legfontosabb politikai döntések meghozója volt, és egyhangú határozatokat hozhatott. Emlékeznek a kedves nézők is arra, amikor pert indítottunk egy döntés ellen, amikor is tulajdonképpen kijátszották a tanácsot, ott hoztak egy döntést, hogy önkéntes kvóták lehetnek, ha valaki úgy dönt, hogy hoz be az ő országába, hát akkor ez legyen az ő dolga, ebben Magyarország nem avatkozik. Majd pedig a határozathozatat bevitték a belügyi tanács elé, és ott ugye többségi szavazással megszavazták ezt, és a bíróság is helyt adott ennek, mondván, hogy ugyan sürgős helyzet indokolta ez, és nagyon hatékony volt, se a helyzet nem volt sürgős, se nem volt hatékony, ezzel együtt ez egy bírósági döntés. Most az, hogy majd most mi várható, Magyarország mindent megtesz, hogy a nemzetközi kapcsolatépítésben két dolgot elérjen. Egyrészt, hogy ne csak tiltakozzon, ne csak negatívan álljon egy-egy felvetéshez, szakértői javaslathoz, vagy szakmai anyagokhoz, vagy akár politikai anyagokhoz is, hanem kezdeményező készségét megőrizze, amit 2015 óta rendszeresen művelt, 6 pontos javaslat, és így tovább számos kezdeményezést tettünk, vagy most legutóbb a V4 országoknak a finanszírozási javaslata az olaszországi migrációs helyzet elleni föllépésben. Épp ezért most majd az ENSZ-nél is mindent megteszünk, hogy szövetségeseket találjunk, és az általunk követett elveket megkíséreljük megjeleníteni a majdani dokumentumba. Ezt tesszük most is, éppen most hétfőn volt a miniszterelnök úr Bulgáriában, éppen abból a célból, hogy a magyar kormánynak a konkrét javaslatát a szolidaritás erősítésére, itt a szolidaritás alatt mi a külső határ őrizetében megnyilvánuló szolidaritást és a magyar és európai uniós államok polgárnak a biztonságáért érvállalt szolidaritást értjük, kezdeményezéssel, javaslattal is erősítsük. Ezt tettük most. Ennek milyen lesz, vagy milyen lehet a támogatottsága Nyugat-Európában, vagy a tagállamok részéről? Azt lehet mondani, hogy a 2015-höz képest nagy mértékben erősödött annak a pozíciója, hogy a külső határokat őrizni kell. És hogyha valahol pedig nem lehet megőrizni, például a görög határnál, akkor beljebb kell létrehozni azt a schengeni határt, amelyet viszont őrizni kell. A schengeni térség nagy gazdasági, társadalmi, politikai vívmány, ennek a megőrzése nagyon fontos. Azt is gondolom, hogy
az Európai Unió tagállamainál is nagyon komoly politikai változások zajlottak az elmúlt hosszú hónapok alatt. Ma már nem az a politikai helyzet, mint 2015-ben, és a márciusi olaszországi választások után azért a politikai megítélése az felső határ nélküli kvóták bevezetésének és a külső határozat fontosságának akár jelentősen is megváltozhat. Na de mégis csak az a helyzet most aktuálisan, és ezzel zárjuk a mostani beszélgetést, hogy előfordulhat az, hogy hiába védekezik a déli határon, vagy az összes határszakaszon, vagy magával ugye a magyar határőrizeti rezsimmel a magyar állam, hogyha Brüsszelben mondjuk az Európa Tanácsban minősített többséggel elfogadják ezt a javaslatot, akkor lehet, hogy ugyanúgy megjelennek az illegális migránsok Magyarország területén, mint hogyha nem lenne a déli határon. Tehát először is a határőrizet ott a déli határon nem hiába van. Tehát az nagyon eredményes, sikeres, és azok a kerülő útra kényszerült migránsok is mutatják, hogy még az embercsempészek is úgy érzékelik, hogy nincs esély ezen a kerítésen átjutni, és akik meg átjutnak, elfogja őket a rendőrség, és visszakíséri a kerítés túlsó oldalára. Ezért ez egyáltalán nem hiába, ha minden állam, minden schengeni tagállam úgy hajtaná végre a schengeni előírásokat, ahogy Magyarország, akkor most más lenne a helyzet Európa szerte. Aztán majd meglátjuk, hogy az időközben történő döntéshozatal, amiről az előbb beszéltem, ez majd hogy fog fordulni. Egy biztos, Magyarország, amíg a mi kormányunk vezeti, semmilyen szempontból nem hajlandó olyan döntést végrehajtani, amely tömeges betelepítés felső kvóta szerinti elosztást tenne kényszerítővel Magyarország irányába. Ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni. Bakondi György, köszönöm. Én is köszönöm.